Szeretettel köszöntök mindenkit ebben a videóban. Amit látnak, az a műszaki ábrázolás kettes tantárgynak az első heti első számítógépes, egyébként második heti gyakorlata. És a képernyőn egy alkatrészrajz látható. A mai feladat az lenne, hogy az alkatrészrajz alapján megcsináljuk a testnek a 3D-s modelljét, majd a 3D-s modellből ezt az alkatrészrajzot létrehozzuk. A kezdésnek értelmes volna és hasznos volna kicsit elmerengeni ennek a rajznak az ábrázolása, azon, hogy a rajz mit ábrázol, és megpróbálni ennek a testnek a formáját kitalálni. Ha nézik és látják is, ez a test ebben a nézetben egy olyan lekerekített sark, valamilyen négyszög formát mond, míg a másik vetületben egy ilyen félgömb forma látszik neki itt a közepén. Ha ezt végig gondolom, és nézem továbbá azt, hogy itt vannak ilyen négyszöges, négyzetes jelölési méreteim, akkor elég könnyen belátható, hogy a test formailag két fő részből áll, egy négyzet alakú hasáb részből, illetve egy félgömb jellegű részből. És ez a kettő alapvető geometriai forma az, amelyik meghatározza a testnek a formáját, és ez a kettő forma az, amelyik meghatározza a test felépítésének a menetét. Miért mondom ezt? Azért mondom, mert testet a térben alapvetően két módszerrel lehet létrehozni. Az egyik ilyen módszer, amikor egy síkidomot rajzolok, és egy vektor mentén ezt a síkidomot eltolva, a síkidom pontjai által söpört pontok kiadják a térfogatot, ezt hívjuk nagyjából kihúzásnak. A másik opció pedig az, amikor a síkidomot valamilyen tengely mentén megpörgetem a térben, és a síkidom pontjai által söpört pontok adják ezt a megfelelő térfogatot, ezt pedig nagyjából forgás kihúzásnak vagy forgatásnak hívják. Mind a kettő művelet alapművelet a 3D-s tervezésben, és ilyen elemi alapműveletekből egészen komplikált formákat is össze lehet rakni, mint egy hengerfej, például vízhűtéses, négyszelepes hengerfej, vagy egy léghűtéses, kitütömű henger, minden ilyen erre a kettő alap műveletre vezethető vissza. Akkor most váltsuk át a képernyőt a mi rajzolós programunkra. Önöknek elvileg Solid Edge programjuk van. Ez a szoftver diákok számára ingyenesen letölthető a gyártó Siemens oldaláról. Önöknek egészen biztosan újabb verzió lesz. Nem kell megijedni, az újabb verzióban is ugyanaz, mint a régiben, csak kicsit másképpen, és olyan funkciófejlesztések vannak, amiket nem valószínű, hogy elsősként, másodikosként használni fognak. A mi szempontunkból, ami izgalmas, ez a négy, pláne hogy öt menüsor, az első metrikus alkatrész, térbeli alkatrész rajzolása, a lemez alkatrész rajzolása, aki ilyenben fog dolgozni, annak az rettentő hasznos lesz, szerelés létrehozása, ez szintén fogjuk használni és hasznos, műhelyrajz, ezt ma fogjuk mindjárt használni, és hegesztés, tervezés, ez talán nem annyira jól sikerült, de hát aki majd használja, az pontosabb véleményt tud róla mondani. Akkor most lépjünk bele azonnal a rendszerbe, és nyissuk meg a metrikus alkatrész rajzoló részét neki. Nekem kellőképpen lassú a gépem ahhoz, hogy ez szép lassan nyíljon meg, és tudjuk beszélni közben. Mit látok itt? Sok-sok-sok-sok mindent látok, és a következő lesz itt az, ami izgalmas. Itt a tér, ez a szürke, ebbe fogjuk rajzolni a mindenfélét. Fönt vannak klasszikus Windows-os jellegű menük, különböző füleken, különböző kupac funkcióval, és ami izgalmas lehet még az az, hogy néhány funkció mellett ott a kis fekete nyíl. A kis fekete nyíl a funkció mellett mit jelent? Itt is van kis fekete nyíl, látják? A kis fekete nyíl melletti funkció kis fekete nyíl a funkció mellett azt jelenti, hogy ha ezeket lenyomom, akkor társbérletben a gomb mögött lakik még néhány gomb, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, egy csomó gomb lakik a gomb mögött, és ezek ilyen rejtett helyen vannak. Ha fogalmam sincs, hogy mit keresek és hol, akkor itt lent a parancskeresésébe beírom azt, hogy kihúzás például. Ugye az ember elfáradt a sok sor után, akkor kell a kihúzáshoz segítség, és akkor itt ezzel a segítő help
sorral lehet megkeresni, hogy hol is van, melyik menü, melyik pontján lehet megtalálni ezt a fajta funkciót. Nem fogok minden funkciót elmesélni, csak azt, amit éppen most használok. Amit itt látok oldalt, itt lesznek a műveleteim felsorolva, és ami fontos most éppen nekünk, az a megjelenítés módja. Itt nekünk az kell, hogy kiírva legyen, hogy hagyományos. Akinek nem az van kiírva, nyom egy jobb egérgombot, és olyat lát itt alul, hogy áttérés hagyományos módba, azt kell kattintani, és akkor fogja látni azt a menüsort, amit én látok. Létezik másik fajta modellezési módszer is, az úgynevezett szinkromodellezési módszer, vagy környezet. Ez nagyon hasznos és nagyon jó annak, aki már viszonylag profi ebben, és mástól átvett modellekkel dolgozik. Mi nem ilyenekkel dolgozunk, mi magunk csináljuk a modelleket, és amatőrök vagyunk, ezért nekünk hasznosabb, hogyha a hagyományos algoritmus szerint dolgozunk. Jó, akkor lépjünk tovább, és nézzük meg, hogy hogyan kezdjük a kezdenivalót. Alapműveletek, ha az egér gombot nyomva tartom, tudok forogni a térben. Egér gombot elengedve a pozíció megáll. Majd fogom mutatni, ha Shift gombot nyomva tartom, meg az egér gombot nyomva tartom, akkor tudok húzogatni erre-arra mindenfélét. Shift gomb lenyomva és egér gomb lenyomva egyszerre, akkor húzogatok mindenfélét. És ami hasznos lesz még itt lent jobb oldalt található, a nagyítás, az ablakkitöltés funkció, vonszolás, és itt van még a vázlat síkjába visszaállás funkció is. Ezeket fogjuk valószínűleg használni. Jó, akkor most kezdjük el a rajzolást. Ugye azt mondtuk, hogy az alkatrész rajzon, gyorsan csak fölvillantom, itt ugye az van, hogy ez egy hasábból, egy négyzet alapú hasából álló része van ennek a testnek, meg egy gömb jellegű része van a testnek, ezt akkor valahogyan hozzuk létre. Jó. Hogyan kezdjük el? Azt mondtuk ugye az előbb, hogy először kell egy síkidom, amely síkidomot mozgatva a térben megkapjuk a térfogat pontjait. Kezdjük talán a hasább alakú résszel, itt a kihúzás parancsot fogom alkalmazni. Erre rákattintok, és itt meg fog jelenni egy menüsor, ez a kihúzás parancsnak a lépéseit tartalmazza. Hogy éppen mit kell csinálnom, itt lent a státusz sorban látszik, hogy mit szeretne a szoftver éppen, és ezt fogom itten végig lépegetni. Azt mondja, kezdő síkot keressek, ahol rajzolom a síkidomot. Nagyon jó. Itt lesz akkor nekem például az XY sík, az XZ sík, a ZX is megvan. Ez a szoftver úgy működik, hogyha az egérkét mozgatom, és valahol megállítom, és ott hagyom, és nem csinálok semmit se, akkor automatikusan fölvillannak azok a lehetséges geometriai alakzatok, melyek az egér aktuális helyzetével fedésben vannak. Ilyenkor az ember a fölvillantott sárga alakzatra kattintva azt elfogadja, én akkor tehát most az XY síkba állok bele, úgy szög a falba. Jó. Itt akkor most átléptünk, ha menüsort nézzük, az megváltozott, ugye kellő lassú a gép és szépen látszik, a menüsor teljesen megváltozott, átléptünk a síkban rajzolás menübe, itt lehet megrajzolni a síkidomot. Amit itt használni fogok, mindig el fogom mesélni, ugye most először egy téglalap jellegű részt fogunk létrehozni, ehhez pedig nekem téglalaprajzoló funkció kell. A fönt levő a téglalap középpontjával funkció, de mellette ott a kis fekete nyíl, tehát alatta is vannak elrejtett parancsok, nézzük csak meg. Téglalap középpontjával, átló két végpontjával, vagy három pontjával, és itt lehet majd sokszöget is rajzolni, ha arra lesz szükségünk. Nekem az első teljesen jó téglalap középpontjával, kattintok egyet, és előbújik a téglalaprajzoló menü. Megadhatom a téglalapon szélességét, legyen nekem most rajzalapján 120, a magasságát 120, és ha ez megvan már, akkor még sem is látszik, kell nekem még az állásszöge, ami szintén 0 fok, ez azt jelenti, hogy a téglalapom valahogyan, ha el nem elrontottam, látják, magasságom 0. Elrontottam. Várjanak. Ezt képet megnyomtam, azt mondta, hogy mindenki rendetlen, kezdjük újra.
Tehát téglalap középpontjával, szélesség 120, nem nyomok Entert, magasság 120, nem nyomok Entert, és akkor már szépen kihozza ezt a négyszöget. És a négyszög helyzete a térben az még itten trükkös, mert még ő foroghat a középpontja körül, ezért van a szög is 0 fokra beállítva, és akkor megkeresem a négyszögnek a helyét. A négyszög helye legyen mondjuk az origó. Hogyan tudok origót kiválasztani? A szoftvernek van olyan funkciója, hogy ha a vonal környékén vagy vonal nevezetes pontjain lakok, akkor ilyen kis fehér segédikonokat előhív, mint ami épp a képernyőn látszik. Ez a segédikon azt mondja, hogy ott a kurzor mellett jobbra lent, hogy ez egy vonalhoz tartozó pont, és ha megyek a vonal közepe vagy vége fele, tud középpontot is mutatni, és tud végpontot mutatni. Ez a végpont itt ilyen gombostű jellegű ikon, a gombostűnek fogom hívni. Ez akkor a vonal vége, és itt akkor lebököm ezt a négyzetet. És ugye itt még a szöget nem akarja ő tudni, a szöget be kéne nekem nullába állítani, nyomok egy Entert, és készen van a négyzetem, amelyiknek a közepe pont az origó. Ahhoz, hogy a négyzet pontosan később jól kezelhető és átméretezhető legyen, célszerű megadni neki geometriai méreteket, ezt pedig ezzel a gyorsméretezés parancssal fogom megadni. Ide kattintok egyet a gyorsméret parancsra, rákattintok a kék vonalra, már is megjelent a méretvonal méretszámmal, kicsit kihúzom, hogy mégis nézzen ki valahogy, és egyik oldal egyik méret megvan, és másik oldal másik méret hasonlóképpen rákattintok, kihúzom, leteszem kattintással, és készen vagyok. Még egyszer mondom, ez azért lesz jó, hogyha esetleg utólag kell ezt módosítgatni, akkor nagyon könnyen lehet majd így módosítgatni. Jó, ha ez készen van, megyek tovább, azt mondom, hogy bezárom a rajzoló parancsot, és ha a rajzoló parancs be van zárva, akkor visszaléptem a háromdimenziós térbe. Ha visszaléptem a háromdimenziós térbe, akkor nekiláthatok megnézni, hogy ezt merre húzzam ki, és mennyire húzzam ki. A merre és mennyire, azt itt fönt ezek a kiterjesztés ikonok mutatják, itt nekem most adott kiterjesztési ikonom aktív, ez teljesen jó. Az adott kiterjesztés legyen nekem 16 mm, és ugye a vektor szerint húzom ki ezt a síkidomot, a vektor iránya is fontos, lehet lefele és fölfele. Esetünkben, ha jól rajzolok, és jól látom a teret, épp ez pont a síkidom fölé lesz kihúzva, tehát akkor fölfele tudok kihúzni testet. Ha ebben a pozícióban áll a test, akkor az egér bal gomba kattintva már a test létre is jött, és hogy ez tényleg létrejöjjön, meg kell nyomnom a befejez gombot. A befejez gombot megnyomva, akkor minden rendben lesz. A szoftver még olyan, hogy a parancsot befejezve, ő újrakezdi a parancsot, amíg a mégsem gombot meg nem nyomom, úgyhogy erre mindig figyelni kell. És a befejez gomb megnyomása az, amikorra biztosan vége van a parancsnak, és a test létrejött. Ha előtte csinálok bármit, a test nem fog létrejönni. Jó. Ezzel a hasáb formáját a testnek létrehoztam. Utána következik az, hogy a félgömbös részét létrehozzam a testnek. A félgömbös részét is hasonló elven fogom létrehozni. Tehát csinálok először egy síkidomot, és a síkidomot fogom a térben elmozgatva létrehozni a térfogatot. De ez most akkor, hogy a forgástestről lesz szó, ezt a forgás kihúzás parancssal fogom csinálni. A forgás kihúzás parancsnak a működése 95%-ban megegyezik az előző parancséval. Itt egy forgástengelyel több paramétert kell megadni, és ugyanúgy lehet tovább dolgozni. Nézzük a szondja. Itt most keresünk egy síkot, amely síkra a síkidomot szeretném rajzolni. Ugye a cél egy fél gömb lenne ennek a téglatestnek a tetején, és ehhez én kiválasztatok olyan síkokat, amely síkok a téglatest oldalaira merőlegesek. Nekem például, ami jó lehet, az lehet egy ZY-sík, meg egy ZX-sík is jó lehet, és akkor hogy fogom ezt kiválasztani? Mint mondtam, ha fölé megyek a síknak, akkor az egér mutatót pozícióban hagyva, ez a kis egér ikon és három pont fölvillan, ez azt mutatja, hogy jobb egér gombot meg kell nyomnom, és akkor ő kilistázza nekem, hogy milyen síkok rejtőznek az egér aktuális pozíciója mögött. Nekem a bázis sík fog kelleni, erre kattintok egyet, és akkor megint visszatérek a síkidomrajzoló
környezetbe. Ugye gömböt az ember úgy rajzol, hogy valamilyen körívvel dolgozik, és körív határolta síkidomot próbál mozgatni a térben. Ehhez akkor megnéznénk, hogyan kell ívet rajzolni. Ívrajzolás, ha itt megnézik, ez a körívrajzolás ikon. Ezt a kis fekete nyilat mellette megmozgatva ott látom azt, hogy van érintő körív, három pontos, meg középpontos körív. A középpontos körívet fogom bekapcsolni, és a középpontos körívnek a sugara az legyen nekem most 50 mm. Enter, átfogás 90 fok. Enter, és ezt hova fogom rakni? Ide fogom rakni a közepire. Megint az origónak. Tehát az egeret addig mozgatom, még a kis gombostú ikon föl nem villan. Nagyon jó. És innentől létre is jött a kék görbém. Ez nekem még kevés, mert ez olyan szoftver, hogy a síkidom kiúszhatóságának egy néhány paraméternek meg kell a kiúszhatósághoz a síkidomnak néhány paraméternek meg kell felelni. Ezek pedig a következőek. Egyrészt a síkidom legyen síkban, a síkidom legyen zárt, görbés, és a síkidom görbe ne legyen elágazó sehol sem. Ha ez a három paraméter megvan, akkor lehet dolgozni a síkidomommal, kihúzás vagy elforgatás céljára. Itt most az látszik, hogy ez a síkidom ez még nincsen kész, hiszen nincs is teljesen bezárva az ő felülete, úgyhogy egyenesekkel fogom bezárni a síkidomot. Ehhez akkor egyenest fogok rajzolni, vonalat fogok rajzolni, vonalrajzolás. Megkeresem a felső végét ennek a síkidomnak. Itt a gombostú mutatja a felső végét, kattintok egyet az egérre, amikhozzá a bal gombbal, és már is húzom lefele a vonalat. Elmegyek egész az origóig, itt megint bal gombbal kattintok, és húzom a következő vonalat, és itt rámegyek a meglevő ívemre, megkeresem az ív végpontját, onnan tudom, hogy az íven rajta vagyok, hogy az ív megsárgul. A sárga ívnek a végpontját megkeresem, ott az ívnek a végpontja, kattintok, és ezzel létrehoztam reményeim szerint a síkban levő zárt körbével határolt elágazásmentes síkidomot. Persze én a kattintás után húznám a vonalat még tovább, jobb egérgombra kattintva meg tudom szüntetni a vonalhúzást. Jó, ha ez a síkidom megvan, célszerűen adunk neki egy méretet, már sose árt, megint csak gyors méret, és az ívre kattintva azt mondja, hogy R50-es volt ő, nagyon jó. Ha ezt később kell módosítani, akkor ezzel a mérettel majd tudom nagyon könnyen később módosítani. A síkidomnál ugye most forgás kihúzásnál dolgozok, tehát mindenképpen kell egy forgástengely. A forgástengely választó ikon itt van fönt, ez a forgástengely választó ikon, balra fönt a menüben. Erre kattintva azt mondom, hogy legyen nekem a Z-tengelyem, a síkidom Z oldala a forgástengely. Ide rákattintok, és akkor itt a vonaltípus is át fog alakulni, ha megnézzük közelről. Egérgörgetve nagyítok rá az alkatrészre. Ez azonnal átvált tengely vonaltípusra, tehát ez lesz a forgástengely a rendszernek. És ha mindent jól csináltam, akkor a vázlat bezárásával vissza fogok térni a térbe. A vázlat bezáródott, és a síkidomon forog, hogy az egeret mozgatom, szépen forog körbe-körbe a térben. Én teljes kört szeretnék leírni itt a forgatással, ehhez pedig itt van egy menüpont a forgáskihúzás menüjében, ezt kattintom meg, és akkor innentől kezdve a félgömböm létrejött, és azt mondom, hogy befejezzem ezt a parancsot. És ezzel akkor megvan a nyers formám, és ha mégsem melleállítom a parancsot, a nyers formámat megnézem, megvan a hasáb, megvan a félgömb. Innen lehet tovább dolgozni. Hogyan tudok tovább dolgozni? Ezt mindjárt meglátom. Méghozzá úgy tudok tovább dolgozni, hogy ennek a félgömbnek, ahogy az ábrán szerepelt, ki kell válni a belsejét. A belseje kiváljásához a következő dolgokat tudom csinálni. Ahogyan létrehoztam a térfogatot a kihúzással, ugyanúgy a térfogatból elvenni is lehet kivágással, tehát most akkor megnézem, a kihúzás parancsnak van egy kivágás tesója, és a forgás kihúzás parancsnak is van egy forgás kivágás tesója. Ezt fogom most használni, ez ugyanaz lesz a menürendszer, mint a forgás kihúzásnál, csak éppen hozzáadás helyett elvétel lesz az anyag sorsa. A forgás kivágást nyomok akkor most,
és mint látják, a menü részei, alparancsai teljesen, a logikai lánc teljesen megegyezik a kihúzással. Keresek egy egybevágó síkot, továbbra is lehet ez a ZY vagy ZX sík, ahogyan azt szeretném, legyen mondjuk a ZY sík, itt is van, kiválasztom, és itt akkor meg kell rajzolnom a kivágó profilt, ugyanúgy, ahogy csináltam az előbb a félgömb kihúzásánál, keresek egy körívet, méghozzá körívet középpontjával, ezt fogom választani, és akkor utána megnézem ennek a sugarát, a sugara legyen nekem most 34 mm, és az átfogási szöge legyen 90 fok. És Entert nyomok, és megkeresem a középpontját, itt lesz az origóban a középpontja, és már is kész az ívem. Ahogy a kihúzáshoz is zárt görbivel határolt síkidom kell, a kivágáshoz is zárt görbivel határolt síkidom kell, de ennek vannak még további feltételei is, a kivágás kicsit trükkös. Vonalat húzok, így, és akkor ahogy az előbb is csináltam, függőleges vonalat kezdek a felső végpontjáról az ívnek, és ezt nagyon szigorúan tovább húzom a meglevő térfogaton. Megnyitok, hogy lássuk jobban, tehát a meglevő térfogaton tovább húzom ki az üresbe, kattintok egyet jobb egérrel, bocsánat, bal egérrel kattintottam, és húzom vízszintesen egész addig, ameddig el nem érek a negyedkörív másik végpontja alá, ott is kattintok egyet, és fölfele mozogva csatlakozok hozzá a körívnek a végpontjához, itt is kattintok a ballal, és húzom a vonalat tovább, de nem fogom, itt kattintok a jobbal, hogy húzom a vonalat tovább. Mit veszek észre? Azt veszem észre, hogy olyan síkidommal vágok ki, amely síkidom egyértelműen kilóg a meglevő térfogatból. Ennek az a szerepe, hogy a meglevő térfogatból kilógva egész egyértelműen a határterületét elvágja ennek a testnek, mert ha a záró egyenesen itt van benne ebben a vonalban, mivel az egy numerikus számoláson alapuló tervezőrendszer, mint minden másik ilyen, ennek alapján egészen biztosan a számok pontosan meg vannak adva, és ami szemre nekem itt nulla, az lehet, hogy itt ennek a két vonalnak lenne mondjuk 1 x 10 a -12-en nem nulla távolság, és ezzel a későbbiekben nekem gondjani lennének. Ezért jobb, ha kivágáskor mindig egyértelműen túlnyúlok a síkidommal a vágandó testnek a felszínén. Jó, itt is meg kell adnom még a forgástengelyt, a forgástengely megadása, igen, ez lesz a forgástengelyem, és meg kell adnom egy sugarat, hogyha később ezt módosítani kell, akkor lehessen később egyszerűen módosítani. Jó. És akkor ezt a síkidom vázlatot bezárjuk, vázlat bezárása, és akkor utána itt is körkörösen alánézünk, hogy tényleg az történik-e, és tényleg vágjuk kifele a síkidomot, illetve a testet vágjuk kifele, legyen teljes körkivágásom, bekattintok a fánk ikonra, és befejez parancsal, nagyon szépen kivágtam a belsejét ennek a testnek. Hogyan tovább? Ez a test, ha el nem rontom, egy csőzáró fedél lesz. Ha egy csőzáró fedélről van szó, akkor ennek a pozíciója valószínűleg központos kell legyen a zárni kívánt csőhöz, és a központosítást a gépészetben igen sokszor peremmel, csatlakozó peremmel oldjuk meg, és akkor most nekem kéne csinálni egy csatlakozó peremet, ami ezt a félgömböt koncentrikusan tartja, egy tengelyűen tartja a lezárandó csőhöz képest. Ezt a következőképpen fogom megoldani, kihúzást fogok alkalmazni, és a kihúzást most már az alkatrészen, alkatrész síkján kezdem el, mert ehhez szeretnék egyértelműen anyagot hozzáadni. Erre kattintok rá. Most akkor az alkatrész alulról látom, és szeretnék mutatni egy trükköt. Azt szeretném, a kihúzás folytonos lenne ezzel a belső határoló körívvel. Ezt úgy tudom megtenni, hogy a kihúzás első körét erre ráragasztom. Ezt úgy hívják nekem, hogy vázlatravetítés ikon, ezt nyomom meg, és akkor vannak egy opciók, ezeket leokézom, és az fog történni, hogy erre a körre rákattintva, ez a kör lesz nekem, itt mutatja a ragasztás élet,
hozzáragasztva lesz ez a kör a meglevő átmérőhöz. A cső következő, csőperem következő részét még körrel fogom megrajzolni. A kör átmérőm legyen nekem, azt nézem 80 mm, Enter, és akkor ide a középpontba azt is beragasztom. A biztonság kedvéért itt is teszek rá egy méretet, mert sose árt, ha később kell módosítgatni, akkor sokkal könnyebb kezelni. Így. Jó? A belsőre azért nem raktam méretet, mert a belső az hozzá van ragasztva a meglevő mérethez, tehát az már kötött, azt nem tudom másfele felhasználni. Jó, akkor most zárjuk be a bezárandót. Vázlat bezárása következik. Visszaléptünk a térbe, a testre, és itt is egy kis kihúzással kell dolgoznom. A kihúzásnak a magassága az 5 mm lesz, távolság. Az ember nem vigyáz, mindenféle kihúz mindenhova. Nekem ez kéne, ugye az opció kéne. Úgyhogy gyorsan 5 mm-t megnyomok. Kihúzást ide kihúzom. Úgy. És akkor azt mondom, hogy befejezzük a kihúzást. És akkor egy peremet létrehoztunk a testen. És ezzel a csőzárófedél nagyjából kialakult. Ugye a csőzárófedél, mint csőalkatrész jellemzően nagy tömegben gyártott alkatrész, és nagyon jellemző az is, hogy a nagy tömegben gyártott alkatrészt, pláne hogy a komplikált formájú, akkor azt leginkább öntéssel végzik. Azt meg tudjuk, hogy az öntött alkatrész a legritkábban tartalmaz sarkokat és éleket, úgyhogy itt is egy kicsikét a sarkokat meg az éleket meg kell dolgoznunk. Az első ilyen lépés lesz a négy nagy csücsök lekerekítése, hogy valamennyire valószerű alkatrész mutasson a képünk. Ezt pedig a lekerekítés parancsal tudom elvégezni. Erre kattintok rá. És a lekerekítés sugara legyen nekem 15 mm. Enter. 15 Enter. És nézzük meg, válasszuk ki a lekerekítendő éleket. Első él. Második él. Harmadik él. És negyedik él. Ha nem látható ég fölött van az egérkém, és kicsit várok vele, akkor a nem látható él is előbújik a rendszerből. Hogyha rossz élre kattintottam, akkor a shiftet megnyomva és nyomva tartva a rossz él kivehető a rendszerből, és úgy kattintva. Ha jó az él, akkor megint csak az ember rámászik és kattint egyet. Ha az élek megfelelőek, akkor azt mondom, hogy pipával elfogadom a kiválasztást, majd megnyomom az előnézet gombot, és a befejez gombot, a befejezzel fog mindig kialakulni a végleges testforma. Jó, ha ez így stimmel, akkor itt tartok. És nézem tovább. Célszerű volna itt a külső élt is lekerekíteni valahol, meg a gömb és a sík találkozását is. Úgyhogy most akkor továbbra is lekerekítek, csak most 3 mm-es sugárral, 3 és Enter. Kialasztom ezt a sík gömb áthatást és a külső peremét az alkatrésznek. Akinek esetleg nem jelöli ki összesen az egészet mindjárt lendületből, addig kell kattintgatni az egyenes szakaszon, meg a even, egyenesen, meg az even, amíg egy zöld, folytonos élgörbe meg nem jelenik. Ha az élgörbe nem folytonos zöld, akkor ott hiba lesz a generálás során, és meg fog állni a modelljük. Jó, nekem ez így nagyjából működőképes lesz. Pipával elfogadom a kiválasztást, és azt mondom, hogy előnézet, és befejez. Akinek esetleg külföldiül van meg ez a szoftver, semmi gond nincsen, az ikonok ugyanott vannak, csak más van rájuk írva. Jó. Ezzel azért alakul a testünk viszonylag, ez már sokkal barátibb külsejű, ami a gond itt, hogy hogyan fogjuk szegénykémet rögzíteni a cső végéhez. Aki már dolgozott csövekkel, nagyobb méretben tudja, hogy vannak bizonyos csavaros rögzítő részek, és ezeket kéne most ezen a testen kialakítani. Nézzük, hogy alakítjuk ki. Hát kéne rá például lukat fúrni. Lukat fúrni, ebben a szoftverben kettőféle parancssal tudunk. Alapeset a furat parancs, bármilyen sűjesztett, lépcső és egyéb trükkös furatunk van, ezt tök jól lehet használni. Amikor viszont egyszerű átmenő furatról van szó, az egyszerű átmenő furatot azt a legkönnyebb a kivágással megcsinálni. Ezzel fogom most én is csinálni. Kivágás. Megkeresem az alkatrész legalsó síkját. Ez lesz a bázisfelület.
és mivel fogok kivágni, a furatnak milyen a alakja, a henger alakú, a hengerhez pedig kört kell rajzolnom. Tehát kört rajzolok középpontjával, és a körtnek azt mondom, hogy a kör átmérő legyen 13 mm, akkor a kör átmérő 13 mm, nagyon jó, és hova rakom ezt a kört? Vonszolom, 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 ugye ide kéne rakni valahova, hogy tudok pontos helyet találni. A mérnöki gyakorlatban szokásos, hogyha lekerekítés környékén van furat, az jellemzően koncentrikus a lekerekítéssel, így van kialakítva. Ennek a lekerekítésnek hol fogom megtalálni a középpontját? Mi sem egyszerűbb ennél, hogyha az egéret oda viszem a lekerekítés fölé, itt én a kékkel látom a középpontja a lekerekítésnek, és egy picit meg fog maradni akkor is, hogyha elvettem már a kört, látják, itt van, és egy kis koncentrikus fehér segédikon jelenik meg, ugye kattintok egyet, és már is odaragasztódott az első köröm, és persze közben húzom magammal a kört, mert több kört nem akarok most csinálni, viszont be akarom állítani a körnek a méretét, méretezés, ide is rakok egy méretszámot, mert az fontos, hogy lássam, hogy ez 13, ha később kell módosítgatni, akkor megint csak könnyen lehessen. Jó, ha ez megvan, azt mondom, vázlat bezárása, és ha be van zárva a vázlat, visszamentem a térbe, akkor kérdés még a hossza ennek a kivágásnak. És itt most mesélném el ezeket a lilaszínű segédikonokat itten. Ezek a lilaszínű segédikonok mondják meg a vektornak a hosszát, meg vektor jellegzetességeit. Itt használtunk már nem egyszer, ez az adott kiterjesztési kihúzás, itt a vektor hosszát számértékkel megadom. A következő opció felülettől felületig, itt a vektor kiterjesztést úgy adom meg, hogy induló felület és célfelület, és a kettő között lesz a kihúzás ténye. Vagy azt mondom, hogy a következő szabad felületig húzok ki, üreges testeknél ez szokott hasznos lenni, vagy azt mondom, hogy átlövök mindenen, és kész, és akkor átlőttem mindenen, mint az ágyúval lőttem volna át, és olyan lesz. Esetünkben ez teljesen hasznos és használható, átlövök mindenen, innentől a vektornak csak az iránya az érdekes, mert a hossza az adottan végtelen. A vektor irányát ez a piros nyíl mutatja a síkidom síkjához képest, fölfele, lefele, vagy csikizve, fölfele és lefele is egyszerre megy. Hogyha az egérkét odaviszem a sárga labdához, akkor itten a nyíl teljesen összezordik, és mindenfele fog mutatni nekem így. Jó, esetünkben fölfele szeretném kifúrni ezt a testet, kattintok egyet az egérrel ebben a pozícióban, és már is egy luk megszületett itt a sarkán ennek a testnek. Mi hiányzik itt nekem még? Hát az, hogy tanultam gyártás technológiából, hogyha az alkatrészem öntéssel készül, akkor egészen biztos a külső nyers felület rettenten durva lesz. És a durva felületet célszerű valamilyen marással síkba tenni ahhoz, hogy ez viszonylag használható legyen. Úgyhogy itt valamilyen fajta felületnek munkálást itt el kell végeznem. Az elvégzéshez pedig kivágást használok, és a kivágás felülete legyen az alkatrészem felső felülete, ha odaérek. Nem érek oda, mert a befejezet nem nyomtam meg, látják? És néha elrontom. A kivágás befejezéséhez meg kell nyomnom a befejez gombot. Pak. Így már jó. Így tudom újra kezdeni a kivágás parancsot, ahogy mondtam. Létrejött a furat, és akkor most a felső síkra fogok rálépni. Innen fogom lemunkálni azt a részt, azt a felületrészt, amelyik a csavarfej alá való sík felület létrehozásához szükséges. Kattintok egyet a síkra, és akkor hogyan fogok itt síkot, felületet csinálni? Rettentő egyszerűen, először is egy kört fogok rajzolni. Kör átmérőm legyen mondjuk 28 mm, és ezt a kört berakom klasszikusan a meglevő luk közepére. Ott a kör, odaírom mellé szokásosan mekkora az ő átmérője, ide rakom valahova, és akkor ez rendben van. Tudjuk az gyártás technológiában, hogy ilyen kört viszonylag nehéz gyártani, milyen síkidomot kéne ide rajzolni, hogy ez könnyen legyen gyártható, valamilyen kilógósabbat, ehhez pedig vonalakat fogok felhasználni. Itt megint csak a vonalhúzó parancsom, ezt fogom használni. És a síkidomnak megkeresem, hogy a körnek a tetejét látják. Itt a körnek a teteje, mutatja a segédikon, hogy ott a teteje, a kis gyöngye, ugye itt a kör teteje, húzok egy vízszintest. Szigorúan túllógok az alkatrészem, hogy egyértelmű legyen a levágás.
aztán húzok egy függőlegest, megint csak túllogva az alkatrész, síkján, és aztán húzok egy vízszintest. A vízszintes úgy fog működni, hogy ide bebújjak az egérkével, hogy leglássam a pontot, és ezt a pontot megcsikiztem, akkor itt lefele megyek, és fogja mutatni, hogy itt a vége. Egy vonalba esik a vége a vonalnak, ezzel a ponttal. Kattintok egyet, és húzom tovább fölfele a pontot, a vonalvéget, ameddig itt nem lesz pont érintő. Kattintok, és készen vagyok. Kész a kivágós felületem. Emlékszünk rá, kivágós sikidomhoz kell nekem egy síkba levő sikidom, ez most nagyjából stimmel, zárt sikidom, ez is stimmel, illetve elágazásmentes, egyszeresen körüljárható sikidom. Na ez itt nem stimmel, tehát a körnek jelentős részét ki kell pucolnom onnan, sőt, még a vonalhúzást se fejeztem be, akkor jobb egér gombot megnyomva a vonalhúzást befejeztem, és már csak annyi a dolgom, hogy a fölösleges vonalkákat kibányáztam a sikidomból, fölösleges vonalkait épp ez a körnek, ez a háromnegyed része. Nézzük, hogyan lehet ezt csinálni. Fogom itten fönt a levág parancsot, rákattintok, és akkor ezzel ezt a háromnegyed kört kattintással sikerült is eltüntetni a rendszerből. Jó, akkor most visszamehetek a térbe, vázlat bezárásával, visszabújtam a térbe, és itt akkor le kéne vágni az alkatrészből, de most megint nem teljes végtelenségig levágni, csak adott távolságig. Ugye a lila ikonok közül az adott távolság volt itt a vége, a jobb oldali. Erre kattintok rá, és legyen a távolság klasszikus 1 mm, ennyi pont elég a felszíni rücsköknek az eltüntetéséhez. És merre fele akarom kivágni? Fölfele nem lehet, ugye? Ezt mutatja a háromszög a felkiáltója, lefele viszont simán lehet. Kattintok, és befejezem a kivágást. Befejezzel. Jó. Így néz ki a sarka az alkatrésznek. Nagyjából ez az, amit szerettünk volna, és ez az, amit láttunk az alkatrészrajzon is. Mi lesz a másik három sarkával? Hát a másik három sarkán pont így meg lehet rajzolni a furatot, pont így le lehet csapdosni a sarkát ezzel a síkidommal, csak ezt meg kell külön-külön rajzolni. Úgyhogy ennek a kiiktatásáért azt fogom csinálni, hogy ezt, amit itt elvégeztem, művelet sort, ezt automatikusan elvégeztetem a körbelevő műveleteken is. Hogy fogom ezt csinálni? Úgy fogom csinálni, hogy fogom a minta parancsot, ez a minta parancs, erre kattintok itten rá, és ha a mintára rákattintottam, választom a gyors minta helyett, választom a részletes mintát, mert ez nekem jobb. A gyors minta kicsit bugos volt ebben a programban, és jobb, hogyha nem azt használjuk, hanem a részletes mintát. Mit kér ő? Megnézzük itt lent, mit kér. Azt mondja, kattintson egy alakelemre. Alakelemre kattintás. Mit szeretnénk megismételni? Az alakelemek azok nem mások, mint az elvégzett műveleteink eredményei, és a műveleteink pedig ebben a kupacban, itt ebben az oszlopban találhatóak, amely oszlop tartalmazza az összes eddig elvégzett műveletünket. Mielőtt elfelejtem, még egy művelet kéne ide, majd a végén megcsináljuk azt is. A kivágás 2-t mindenképpen meg kell ismételni a másik három sarokba, és a kivágás 1-et is meg kell ismételni a másik három sarokba. Ez a 2, amit meg kell csinálnom. Itt a zöld pipával elfogadom a kiválasztást. És akkor azt mondja, hogy válassza ki egy sík felületet, vagy referencia síkot. Ez olyan sík legyen, ahol nekem a mintának látszódni kell. A mintának látszódni kell, és nem igen változó sík, az a legalsó sík lesz. Ezen fog látszódni a négy sarokban a négy furat, ha egyszer készen lesz. Erre rákattintok. És itt nekem figyelni kell arra, hogy én körmintát szeretnék. Itt a menüsor elején körmintának kell lenni. Ugye ezt úgy hívták kémiából, hogy benzolgyűrű. Ennek kell itt lenni. Akinek nem ez van, hanem helyette egy ilyen kis négyszög van, az kapcsoljon át ide, fölülre, és akkor lesz körkörös a mintája. Itt a körkörös mintán belül is rengeteg alopció van, arra figyeljünk oda, hogy ez legyen teljes kör, látjuk, teljes kör a mintával, de csak egy ív mentén legyen elpotyogtatva a sok kis furat, és legyen négy darab belőle, ez is fontos, és ha ez a kettő stimmel, akkor nagyon nem rontjuk el.
Azt mondja a tipsor lent, hogy kattintsunk a körív középpontjára. Jó, legyen nekünk az origó a körív középpontja, és lesz neki egy sugara, az bármelyik koncentrikus körsugara, például itt, meg lesz egy körüljárási iránya, ami az íveknél fontos, teljes körnél nem fontos, úgyhogy bármelyik irányba lehet a kört körüljárni, kattintok egyet, és mi történt? Hát láthatólag nem történt semmi, csak ilyen piros meg zöld pöttyök, ilyen zöld meg piros pöttyök megjelentek. De higgyék el, hogy történt valami, menjünk vissza a térbe, vázlat bezárása, és ott fogjuk látni, hogy csiribi-csiribá megjelent a művelet mindegyik sarkán a testnek. Befejez gombot gyorsan nyomjuk meg. És ha ezt gyorsan megnyomtuk, akkor tudunk kész lenni ezzel a dologgal. Pár dolog persze még itten kimaradt, ami a gyártás technológiához szükséges. Néhány lekerekítés meg letörés itt még hiányzik. Ezeket mutatnám akkor meg. Például a friss furatunknak a letörését. Találjam ki, melyik a friss furatunk. Ajajajajaj, mindegy. Meg fogom találni. Ha szeretném tudni, melyik volt a friss furatunk, akkor a mintát le kell kapcsolni. Minta lekapcsolás. Nem is kell lekapcsolni, csak rá kell menni. Akkor a három minta felvillan, akkor ez a jobb sarka volt a eredeti furat. Ezt akkor megtudtam. És letörést szeretnék alkalmazni. Lekerekítés, alsó fekete nyíl. Ott lesz alatta a letörés. Letörés az szigorúan alapesetben 45 fokos, és legyen neki akkor a letörés íve egy fél milliméter, 0,5 milliméter, és akkor ezt a jobb alsó furatot kell 1 és 2 letörnöm. Itt a két kiválasztott él, elfogadom őket, és azt mondom, hogy befejezem, és na hát itt látszik a letörés. Látják, ugye? Itt van letörés 1, letörés 2. És ha azt szeretném, hogy ez a letörés mindegyik másik furaton is meglegyen, anélkül, hogy kézzel-lábbal kéne harcolnom, akkor a következőt tudom megcsinálni. Ezt a letörést itt az esemény fában, esemény struktúrában, mégsem el a parancsból kilépek, ezt a letörést átmozgatom egyel korábbra, egeret megnyomom a bal gombbal, és ezt följebb húzom ide a kivágás után. És áthelyeztem a letörést kivágás utánra. Most pedig azt szeretném, hogyha ez működne az összes hengeren, akkor a mintaparancsot megkattintom, jobb egérgombot nyomok, nem, csak megkattintom a mintaparancsot, és itt az első kiválasztás lépés ikonra rálépek, tehát a már meglevő mintámba turkálok éppen bele, ott is a kiválasztásra kattintok rá a menüsorban, kiválasztás, és ott a meglevő 1 és 2 művelethez, kivágáshoz letörést is megkattintok ott, és akkor már 3 műveletem van, és ezt elfogadom, pipa, és aztán csak be kell fejezni, befejez. És kész is vagyok. Hát így lehet mintába kívülről utólag becsomagolni különböző műveleteket. Ez egész addig él és működik, amíg további egyéb parancs nem zavar be, tehát figyelni kell a hierarchiát, hogy a minta után nem sokkal messzebb levő parancsokat lehet csak visszacsomagolni a minta belsejébe. Jó. Amit még hiányzik nekem, az itt alul lekerekítés meg letörés. Gyorsan nézem. Az alsó külső élt is célszerű letörni. Hogyha be akarom dugni a cső végében, letörés, parancs, letörés. A 0,5-ös az teljesen jó magasság, ezt a kört választom. Elfogadom, befejezem, és le van törve, és kell nekem meg egy lekerekítés is. Az a sugár is 0,5 mm lesz, 0,5, és ezt az ívet itt egészen picit lekerekítettem. Elfogadom a kiválasztást, előnézet, befejez. Na, és ha megnézik, csiribi-csiribá, az egérké gombját megnyomva és rollert nyomva tartva kész a testünk, és innentől hogyan tudunk tovább lépni, hogy ebből mondjuk alkatrész is legyen. A következő módon én úgy szoktam csinálni, hogy először is kimentem az alkatrészt, az sose járt. Tehát a Solid Edge gomb és mentés. Hova szoktam kimenteni? Ahol éppen hely van,
Nekem ez legyen mondjuk az asztalon, ha látok itt asztalt, mert onnan könnyen megtalálom. És ez lesz itt nekem a fedél alkatrész. És látják, hogy itt ennek a szoftvernek, ennek a SolidEdge szoftvernek a saját alkatrész típusa a pont par kiterjesztést tartalmazza. Ilyen kiterjesztéssel fogom ezt megtalálni. Mentés. És már ki is mentettem az alkatrészt. Azért mentettem ki, mert a továbbiakban szeretnék ebből rajzot csinálni. És a rajzot sokkal könnyebb úgy csinálni, hogyha a 3D-s testet levetítem különböző nézetekbe, mintha vonalanként építem föl a különböző vetületeket. Jó, akkor ezt az alkatrész rajzolót én most bezárom. SolidEdge gomb, és nekem van ilyen bezárás, látják? Ebben a régi fajtában van, az új fajtában is van szerintem, csak találják meg, hogy hol van a bezárás gomb. Bezárás, és ezzel visszatérek ide a kezdőképernyőre, ahol lehet válogatni a szoftver különböző moduljai között. És amit én szeretnék most, az egy műhely rajz készítése, erre kattintok rá. És ezzel nekem egy szép nagy rajzlap előbújt a rendszerből. Ami a gond ezzel, hogy nekem nem kell ekkora rajzlap. Nekem egy kisebb rajzlap kell, hogyan tudom a rajzlap méreteit állítani. A rajzlap méret állítása következőképpen történik. Rámászok erre a SolidEdge gombra, és ott vannak nekem olyan rajzok, rajzlap beállítás. Akinek nem ilyen a SolidEdge, hanem újabb, ott van settings, vagy beállítások, és azokon belül van rajzlap beállítás, vagy leírják ide a parancskeresőbe a rajzlap beállítást, és akkor megtalálják, hogy hol van. Tehát rajzlap beállítás, és itt van nekem három fülecske, méret fülecske, A2-es, A3-as és így tovább. Van mellette név fülecske, és van mellette háttér fülecske. Ennek a szoftvernek olyan a logikája, hogy hogyha csak a rajzlapnak cserélik ki a méretét, azzal a keret nem fog elmozdulni, és hülyén fog kinézni mondjuk az A3-as lapocska, mert ha meg csinálom, akkor a rajzlap arrébb ment, a keret meg nem. Mint azt látják is. Tehát ezt úgy kell mozgatni, hogy ott tartottam, hogy rajzok, rajzlap beállítás, hogy a hátteret mozgatom direkt, ez az, ami a keretet is mozgatja, és ha ezt átrakom A3-asra, akkor OK-t nyomok, és a rajzlappal együtt a háttér is, a keret is szépen beállt színbe. Hogy a rajzot teljes nagyságában lássam, azt mondom, hogy kitöltöm bele a teljes képernyőt, ablakkitöltés gombot nyomom meg, ablakkitöltés puk, és már is szép nagy rajzlapon van, és kitölti a keret a képernyőt. Jó, most akkor ebbe kéne belepakolni a meglevő 3D-s testemnek a képeit, vetületeit. Oké, ezt úgy fogom csinálni, hogy használom a rajzlapkészítés varázslót, rajznézetkészítés varázslót, kattintok egyet, és válasszom ki, melyik alkatrészt akarom behívni, legyen mondjuk a fedél, be van kapcsolva az előnézet, tehát fogom látni a modell egy kis képét, ezt szeretném behívni, azt mondom, hogy megnyitás. Úgy. És egy ilyen ménkű nagy kép már is itt van nekem, ez nagyon nagy, ez nem fog a rajzlapra elférni, ezt úgy lehet megváltoztatni ezt a méretarányt, hogy itt fönt, még mielőtt bármit kattintanék, csak az egérkét húzom, az arányt 2:1-ről átállítom 1:1-re. És ugye sokkal kisebb lesz, sokkal kellemesebben elfér a rajzlapon. Ide lekattintom, és automatikusan átugrottam a vetületi nézet parancsba, ami azt csinálja, amit mond, a vetületeket készít a meglevő testekről, amerre húzom az egérkémet, arra lesz a vetület. Itt még 3D-s is van, látják, hogy van 3D-s vetületünk is. Szerencsére ennyi vetület nekünk nem kell, hiszen emlékeznek rá. Ez akkor működik, hogy egy műszaki rajz, az előző órán elmeséltem, hogyha a lehető legkevesebb vetületből, metszetekkel, nézetekkel, kiemelt részekkel meg tudom mutatni az alkatrész lényegét. Itt most egy kicsit gondolkodni kell, milyen legyen, illetve nem kell gondolkodni, láttuk már a bemutató első képen, milyennek kellene lenni, ha készen lesz. Ennek okán akkor kiírtom a fölösleges nézeteket, azt mondom, hogy kiválasztás, és van nekem egy 3D-s nézet, ez most nem fog kelleni, rákattintok egy delete gombbal, eltüntetem, és van egy felső nézet, nekem ez sem fog kelleni, azért nem fog kelleni, mert szeretném látni az alkatrész belsejét, és azt nem itt fogom megmutatni.
Itt az alkatrészen két dolgot kell megmutatni, ami érdekes. A belseje a félgömbnek az egy, mint fontos információ, és a furat környezete, ez a kettes szám a fontos információ. Ezt lehet úgy csinálni, hogy itt egy ferdelségben megyek fölfelé, és oda lesz téve a betület, csak ez nem elegáns ilyen szempontból, másképpen fogom mutatni. Ehhez a felső nézetet simán fogom és kitörlöm, hogy delete és készen van. Ugye azt mondtuk, hogy minél kevesebb a... Ja, megfogom és arrébb húzom ezt a képet. Azt mondtam, minél kevesebb a vetület meg a kép, illetve minél informatívabb egy-egy kép, annál szebb a rajz. Na, egész biztos ennek a felülnézetnek meg akarom mutatni az oldalnézetét, ezt már megbeszéltük, és az oldalnézet legyen olyan, hogy mutassuk egyszerre, ha lehet, a belsejét a félgömbnek, hogy üres, illetve a furat környezetét, mert az meg megmunkált és érdekes információkat tartalmaz. Ehhez metszetet fog kellene csinálnom. A metszet csináláshoz szükségem van metszősíkra. Nézzük csak, metszősík, azt mondja, itt van, metszősík. A metszősíkot valamelyik vetületen kell rajzolnom, itt a síknak a nyomvonala fog látszódni, félértés ne essék, a nyomvonalat bármelyik rajzlapon, a bármelyik vetületre merőlegesen tudom megrajzolni. Vagyis, még egyszer, a metszősík az a rajzlapsíkra merőlegesen áll, és a metszősík nyomvonala, miért az a rajzlapsíkra merőleges, ezért vonalnak fog látszódni, és ezt a vonalat tudom megrajzolni. Jó. A vonalrajzoláshoz válasz ki egy vetületet, most csak egy van, tehát azt választjuk ki, cut, és a menüsor meg fog változni, elmegyünk a nyomvonalrajzoló menübe, és itt én a nyomvonalat vonallal fogom megrajzolni. Az alsó részben a nyomvonal a kör közepétől lefele fog függőlegesen menni. Kivezetem valamennyire a testből, de nem túl sokat, kb. Ennyit. És itt húzom a vonalat tovább, a jobb egérgombbal a vonalhúzást megszakítom, és a vonalat tovább húzni a szakasz kiinduló pontjától fogom. A szakasz kezdő pontjától húzom a vonalat, fölfele és balra. Kb. Így. És kattintok. És mit szeretnék? Egyrészt abba hagyni a vonalhúzást, akkor jobb egérgomb. Másrészt pedig azt szeretném, ha ez a vonal a kör közepén menne át. Azt meg úgy tudom megcsinálni, hogy a vonalat rákapcsolom, összekapcsolom a kör közepével. Ezt meg hogy? Itt van nekünk egy csomó kényszerparancs, ami a különböző geometriai helyeket, a párhuzamosságot, merőlegességet, érintőséget befolyásolja és adja meg. Itt most akkor csatlakozás ikont nyomom meg. Mit szeretnék, mi azt csatlakoztatni? Szeretném csatlakoztatni ennek a körnek a középpontját ehhez a vonalhoz. Látják? Arrébb is ment egy kicsikét. Hát szépen beállt a metszősík nyomvonal a megfelelő pozícióba. Jó, metszősíket bezárjuk. A síkrajzoló, sík nyomvonalrajzolót bezárjuk. És ha ezt bezártuk, el kell dönteni, hogy melyik a látható maradó része a metszetnek. Ugye amerre a nyíl mutat, az a rész látszik. Ha az egeret erre húzom, akkor ez a rész látszik, ha az egeret erre húzom, ez a rész látszik. Én szeretném, hogyha a jobbos rész látszódna, kattintok, és akkor a metszősík nyomvonala mutatja, hogy mi az, aminek látszódni kell. Engem itt zavar az, hogy a metszősík nyomvonal vonalvége nincs megvastagítva, meg a közepén a törés sincs megvastagítva. Megnézem, hogy lehet ezen variálni. Rákattintok a metszővonalra, és azt mondom, hogy tulajdonságokat megnézem. Aha. Nyílt tömör, az jó. Stílus vastag, ezt kinyitom. Van vastag, van vékony, vékony, és vannak vastag vonalvég. Na, nekem pont ez kell, mert itt tanultam a műszaki ábrázolás egyből, hogy metszősíknál a vonalvégek a vastagok, meg a törésvonal vastag. Ezt kiválasztom. Tintok, és azt mondom, hogy oké. Hoppá. Meglepődtem. Itt most eltűnt a köztes vonal, ami nem szerencsés, úgyhogy akkor most vissza kell kapcsolnom. Vissza kell kapcsolnom a vastag vékonyt, hát ha az lesz a jó. Stílus, vastag vékony. Oké. Aha, ez az, ezt kerestük. Itt van nekem a vastag vékony stílus, a vége vastag,
és az összekötő vonalak pedig vékony pontvonal vannak rajzolva, nagyon jó. Na, ha metszősíkon megvan, nincs más hátra, mint meccetet csinálni, ugye a cél az volt, hogy egyszerre tudjam ábrázolni a belsejét a félgömbnek, plusz a furattyát ennek a sarokrésznek. Metszet csinálást a metszet parancsal fogjuk elkövetni. Metszet. És akkor azt mondja, hogy itt van, kattintson egy metszősíkon. Kattintsunk a metszősíkra. Pak. Azt mondja, kattintson a kijelölt beforgatási vonal elfogadásához. Tehát melyik irányba vetítsük a két irányból. Erre fölvetítsük a dolgot, vagy erre levetítsük oldalra. A helyszűke miatt szerintem itt oldalra kéne vetíteni. Erre jobb oldalra, úgyhogy ezt a részt kattintom meg. És azt mondja, kattintson a metszet elhelyezéséhez. Nagyon gyorsan kattintok. És kész is van. Mondhatnák önök, de engem kicsit zavar, hogy ez itt a térben felém áll, tehát pontosan méretezni azt nem lehet, mert a lapon nem merőleges vetületként van rajta. Úgyhogy ezzel valamit csinálni kell. Akkor lettem volna ügyes, ha azt mondom, hogy most visszamegyek a metszetrajzolásba, kiválasztás, metszet, akkor lettem volna okos, ha a feliratját, azt kicsit leszűkítem, és a metszetet kiveszem belőle, hiszen ezt tudja az ember, hogyha értelmesen rajzol. Illetve azt is tudom még, hogyha itt a paramétersort elkezdem variálni, akkor megjelenítés, felirat, metszetek, jelölések. Ez jó. Tovább megjelenítések. Nem. Árnyékolás szín, modellbeállítások. Nem. Mégse. Azt hiszem, ezt elrontottam, így lendületből. Még azt itt megnézem. Feliratmutatása. Választást, tulajdonságok. Nem vagyok elég ügyes sajnos, ezt újra kell csinálnom, úgy látom. Azért kell újra csinálnom, mert elbambultam. És mit bambultam el, mindjárt fogom mutatni. Kiválasztás, metszet, és letörlöm, és újra csinálom. Tehát metszet parancs, metszőségot megkeresem, metszőség vetítési oldalát megkeresem, és nézzék, mi maradt ki nekem. Az maradt ki, hogy csak szelvény legyen nekem, vagy beforgatott metszet legyen nekem. Hát nekem legyen igenis beforgatott metszet, karikázok egyet, és mindjárt az látszik, hogy bár itt a kontúr ilyen magasan van, nekem ez a rész, mint egy nyitott könyv, ki lett síkba terítve, ugye a függőleges rész maradt, ahol volt, és az a felső rész de átfordult függőlegesbe, és itt lett kiterítve szépen. Úgyhogy ez az, ami nekem kell. Ezt szerettem volna mutatni. Itt továbbra is a szöveggel nem vagyok kibékülve, úgyhogy gyorsan kiválasztás, metszetre kattintok, és a szöveget kicsit gyérítem, elég a betű nekem. Nagy, ez már sokkal jobb. És akkor itt jön a következő lépés. Ugye azt mondtuk, hogy megvan a rajzkészítés 5 lépése, megvannak a betületek, nézetek, metszetek. A következő lépés volt a szimmetria tengelyek feltüntetése. Tüntessük fel a szimmetria tengelyeket, azt hogyan kell csinálni. Itt van a szimmetria tengely feltüntető, középvonalas. Például ettől a ponttól, ettől a pontig egész biztos lesz szimmetria tengely, és ha nem vigyázok, itt is lesz. Ettől a ponttól, mondjuk eddig a pontig lesz szimmetria tengelyem, látjuk. Nem a külsőig, mert akkor ferde lesz, itt a belső feléig, az nagyjából jó. És ha a szimmetria tengely nem elég hosszú, akkor kiválasztással fogom a tengely végét, és húzigálom, eddig csak kell, el lehet húzni. Ameddig szeretném ezt a tengely véget. Jó, ezzel akkor a bal, a jobb metszetem készen van. Nézzük meg a bal metszetet, ott is van sok-sok szimmetria. Középvonal, itt középvonal föntről egész a középpontjáig, hiszen lefelé a metszősík vonala kiadja a szimmetria tengelyt, illetve bal oldalt a függőleges ér közepéről, a jobb oldali függőleges ér közepéig ez megvan. Furatoknál kicsit nehezebb a helyzet, de furatnál szerencsére van furat tengely parancs, körközépvonal parancs, erre kattintok rá, és akkor furat 1,
furat, kettő furat, három furat, négy, hol vagy itt vagy, furat, négy. Jó, megvannak akkor a szimmetria tengelyek. Ugye ez volt a kettes lépése a rajz tervezésnek mindig. És ha a szimmetriák megvannak, akkor következik a méretezés. Megint csak kérdés, hogy a méretezést hol kezdjük el csinálni? Hát klasszikusan a méretezést ott kezdjük el csinálni, ahol több információ látszik az alkatrészről. Esetünkben a több információ az alkatrészről a metszőségben, a metszetben, bocsánat, látszik. Itt kezdjük akkor el a rajzolást. Jó. Méretezés következik. Legyen például gyors méret, az könnyű. Adjuk meg például ennek a sugarát, ennek a felületnek, azt mondja R50. Az tök jó lenne, hogyha ez egy kör vagy henger lenne, de nagy kör vagy henger, az egy gömb. Ha pedig gömb, akkor azt tudom mondani, hogy az R50 maga az kevés, tanultuk műabrából, hiszen a gömbi sugárjelzése az egy SR, azaz spherical radius, azaz gömb sugár. Ha már lepakoltam a méretet, a balegér gombbal kattintva, vissza kell mennem a kiválasztásba. És a kiválasztásban azt mondom, hogy előjön vissza ez a méretes menü, és ott akkor az előtag parancsba bújok bele, előtag, és odaírok bele a szám. Látszik a szám, lehet fölé írni, aláírni, mögé írni, utána írni, elé írni, egy S betűt belerakok, azt mondom, hogy alkalmaz, és mi történik? SR50, ez már jó, azt mondom, hogy oké. És így akkor rendben vagyunk, gömbsugár 50, az egy hiteles, hihető adat. Ugyanígy be kell adni a gömbsugár belsejét is, megint csak gyors mérettel, belső méret, itt megint csak R34-t akar kiírni, az R34 helyett, már most gyorsan a lekattintás előtt írjuk be az előtagba az S betűt, nagy S betű, ott az előtagban azt mondom, hogy oké, okay. És már is SR34-ünk van, tök jó. Megnézem, van-e még gömbfelület, vagy gömbhéj a környéken, de nincsen más, akkor ez rendben van. Mi az, ami esetleg izgalmas lehet még? A különböző hengeres átmérők lehetnek még itt izgalmasak. Na akkor nézzük, csak hengeres átmérő következik. A hengeres átmérőhöz az előtagba nekem célszerű beraknom valamilyen átmérő élet. Úgyhogy most megint csak visszabújok az előtagba, és itt az S betűt kiírtam, delete-tel, és teszek oda egy átmérő élet. Kattintok a speciális jelre. Azt mondom, hogy oké, okay, és jöhetnek az átmérők. Ugye első átmérőm az... Hogy csináljuk? Úgy csináljuk, hogy átmegyek oda, hogy távolságméret. Ez könnyebb kezelni. Távolságméret, és mondjuk ettől a szakasztól eddig a szakaszig, ez legyen 68-as átmérő. És ugyanígy van külső méretem is, külső átmérőm. A külső méret legyen a következő. Ha ezt szeretném folytatni, akkor jobb egérgombot nyomok, és akkor lehet rajzolni az új átmérőt. Külső vonal 1, külső vonal 2, és átmérő 80. Jó? És hol van nekem itt még a rendszerben átmérőm? Kicsinyítek? Hát persze, hogy itt van még át. Jobb egérgombot nyomok. Itt meg itt. Itt van még egy átmérő, látják? 13-as átmérő. Kérdés szokott lenni, hogy az átmérőket hova pakolják bele a rendszerbe, mindig a rajzon kívül, vetületen kívül, vagy lehet a vetületben is. Én azt szoktam mondani, ha lehet, akkor inkább legyen a vetületben, vagy egyszerűbb, egyértelműbben megvan adva, hogy ez hol és miért van. Ha messze elhúzom, akkor még nem látom, hogy az a 13-as az hova származik és honnan származik. Jó, ha ez megvolt, akkor jöjjenek a további méretek. Rendszerben. Most akkor az előtagot le fogom kapcsolni, ki fogom venni a töröl parancssal a átmérőt, azt mondom, hogy oké, okay. És akkor jöjjenek a következő további távolságok. Ugye alkatrésznél mindenképp meg kell adni az egész alkatrész méretét. Innentől idáig az mennyi? Az ennyi.
55. Aztán még innentől idáig az mennyi? Nagyjából 5. Most ha megnézem, tanultuk ugye műabra egyből, hogy a mérethálózat, méretlánc sosem lehet zárt. Ha megnézem, az 50 meg az 5 együtt kiadja az 55-öt. Viszont az alkatrésznek a befoglaló méreteire mindig szükség van. Azért ilyenkor azt szoktuk csinálni, hogy ilyenkor valamelyik méretet zárójelbe tesszük, mint tájékoztató méret, és ezzel föl van oldva a szoros kapcsolat. Legyen mondjuk zárójeles az alsó 55-ös méret, hiszen az csak tájékoztató méret, akkor megyek a kiválasztásba, rámegyek az 55-ös méretre, rámegyek az előtag gombra, és akkor előtag elé egy zárójel nyitás, utótag zárójel zárás, enter, oké, és már is be van zárójelezve az 55-ös távolság, ez nagyon kellemesen sikerült itt akkor így. Jó. Ami hiányzik innen még, az több érdekes dolog. Például rakjunk rá lekerekítéseket, na azokat lehet nyugodtan gyors mérettel csinálni. Gyors méret, lekerekítés, itt a tövinél, például itt, R3, meg itt kívül is van lekerekítés, ez is R3. És ami engem zavar még, az az, hogy itt ezt az apró részt itt nem igen látom, mert olyan kicsi itt minden, hogy nem igen tudom megenni az ő méreteiket. Megnézzük, hát ha a másik képen meg lehet adni ezt meg azt. Menjünk át a másik képre. Itt mit lehet nagyon szépen megadni? Hát a külső sugarakat, az biztos meg lehet szépen adni. Már adom is megfele, külső sugár. Külső sugár, 15-ös sugár, nagyon jó. Itt lehet még megadni a lecsapásnak a belső sugarát, az meg, hova rakom, 14-es. Az is nagyon jó. Megvan adva. Mit lehet még megadni? Hát szélességet, magasságot. Legyen akkor először a szélesség megadva, például egy távolságmérettel. Ugye innentől idáig valamennyi az annyi, innentől 120, ez nagyon jó. Ha nem akarom megadni a másikat is, nem fontos megadni, hiszen ez egy szimmetrikus méret. Az alkatrészem is szimmetrikus, tehát amennyi itt, annyi volt itt is. Ha biztosra akarok menni, akkor azt mondom, hogy visszamegyek a lerakott mérethez, 120-hoz, és itt akkor bemenve az előtagba azt mondom, hogy ez négyszög lesz. Négyszög 120, ide kattintottam a négyszögre, és oké, és akkor ez négyszög 120. Aztán jön hasonló elrendezésben a furatok középpontja. Itt is az ember megadhatja a furat középpontot így, meg így, két irányban, vagy ha ügyes akar lenni, akkor azt mondja, hogy elhisszük, hogy itt a furat középpontok négyszögön vannak. Na, és akkor azt mondom, hogy távolságméret furat középponttól furat középpontig, és ez pontosan 90 lenne, ha nem raknám elő a négyszöget. Elérakom a négyszöget, azt mondom, hogy oké, okay, és akkor így már szépen ott van előtte a négyszög. Jó, akkor ez is megvan. Az is megvan. Nagyjából sok mindent megadtunk már, amit nem adtunk még meg. Az itt ennek a résznek az apró méret kupaca, már egyszerűen nem látszik fizikailag. Ha valami olyan kicsike a vetületen, hogy nem látszik fizikailag, egy dolgot tudunk csinálni, nagyítást. Hogy lesz ebből nekünk nagyításunk? Nézzük meg. Itt van a kiemelt részlet gomb, erre rákattintok. És most az látszik, hogy a kiemelt részlet gömb alakban fog megjelenni, és 2:1 nagyításban fog megjelenni. Nekem most akkor a kiemelt részlet közepét kéne megsatszolnom, az legyen kb. Itt a kiemelt részlet közepe. Itt valahol. És akkor húzom a kiemelt részletet kb. Eddig, nekem ennyi elég, kattintok, és már is létrejött a kiemelt részletem, ami ménkű nagy, mint látják, 2:1, de hát ez kell hozzá, hogy az apró vackok látszódjanak, jó, és ide lerakom mellé, ahol közel hozzá, és elrendezgetem az elrendezgetni valókat. Minden kiemelt részletnek majd betűje le,
ami összeköti őt a vetülettel. Ez nekem most itt a B jelű dolog lesz. Nagyon nem tetszik ez a B betű. Itt például a B-re kattintok rá, és a B-t, az egeret nyomva tartva a bal gombot kihúzom egész idáig, hogy látható legyen. Ez akkor rendben van. És hogyha a kiemelt részletnek a tulajdonságaira kattintok, akkor remélhetőleg itt van vastagság, vonaltípus, hát egészen biztosan olyan lesz a vonaltípus, hogy én szeretném ezt vékonnyal körbe mutatni, illetve a feliratját szeretném nagyon gyorsan eltüntetni innen, delete, és akkor megnézzük, hogy mit csináltam. Nem jót csináltam. Ha elrontottam, akkor azt tudom csinálni, hogy visszalépek egyet, visszavonás, ott a B, boldogság van. Jó. Itt akartam ezt a kiemelt részlet szöveget eltüntetni. Aha. Ezt erre kattintva lehet, és akkor itt fönt ezt el is tüntetjük, mert ezt mi tudjuk fejből, és így ez jól fog működni. Ez az B. Na, és mit akarok még itt csinálni? Ezt a vastag vonalat akarom eltüntetni innen. Megnézem a tulajdonságok, és itt mit látok? Nézetjelölés mutatása, nézet határa, ezt levesszük, cut, alkalmaz. És azt mondom, hogy oké, mi történt? Nagyjából semmi se történt. Jó, ezen még kicsit gondolkodok közben. Miközben rajzolgatom hozzá, még egyszer megnézem, ez itt engem zavar. Felirat. Jelölések. Ez az határillet mutatása, ezt kell legyilkolni innen. Nem kontúrral, hanem tört vonal. Semmivel se. Határileket nem mutatjuk. Levesszük és alkalmaz. Ezt akartam. Ez így rendben van. Vagy ha akarjuk mutatni, akkor pedig vékonnyal esetleg. Én vékony szabadkézivel szoktam mutatni ilyenkor. Hogy itt van-e szabadkézi vonal, azt nem tudom pontosan. De a vékony az szokott működni. Csak nem látom. Akkor inkább ne is mutassuk. Alkalmazás, oké. Okay. Na, itt újabb vetületünk van, itt újra meg kell mutatni a szimmetriákat. Itt lesz szimmetria tengely. És akkor a hiányzó méreteink a következőek. Ugye a méret szempontjából hiányzik nekem az, hogy ez a letörés, itt meg a lekerekítés. Lekerekítéshez értünk, a lekerekítést azt csak be kell piccenteni. A lekerekítés. Hopp, ott maradt a négy szögjel, azt gyorsan kivesszük a előtagból. Töröl, oké, így már jó lesz. 0,5, ez jó. És most jönnek a letörések. A letörésekhez pedig szokásosan tanultuk műábra egyből, hogy utótagot teszünk hozzá. Utótag pedig olyan lesz, hogy szor 45 és fok. És akkor ez kb. Jó is lesz, és azt mondom, hogy oké, okay. És akkor távolságot fogok mérni. Ettől ez a pont ilyen távol van, pont fél, szóval 45 fok távolságra van. Az egész kicsit arrébb húzom, lejjebb húzzuk, így. És akkor azt tudom még, hogy ettől, opa, jobb egérgombbal végzek az előző mérettel, és ettől ide 0,45. Jobb egérgombbal végzek a mérettel, és ettől ide megint csak 0,545. És ezzel akkor ez a rész rendben van. A szor 45-öst kiveszem az utótagból, előtagból, bocsánat, töröl, oké, okay. És még egy méret hiányzik itten nekem, jobb egérgombbal végzek,
innentől idáig. Ez egy milliméteres süppesztés volt, és akkor ez is rendben van. Na tehát akkor, ha megnézem vissza az egész szerkezetet, az egész rajzomat, ide kattintva, akkor látszik az, hogy mi is látszik? Az látszik, hogy vetület 1 kész, vetület 2 kész, nagyítás kész. Mi az, ami nem látszik? Megvannak a szimmetria tengelyeim, megvannak a méreteim, és most jön az, hogy tűrések és érdesség. Tűréseknél azt mondom, ami csatlakozik más felületekhez, ahol két névleges átmérőn két különböző alkatrész osztozkodik. Itt esetünkben ilyen csak egy van, ez pedig ez a 80-as átmérő, ami be lesz dugva a meglevő csőbe, ezért mögé kell valamilyen fajta tűrést írnom. A mögé írt tűrés legyen nekem mondjuk egy viszonylag laza D11-es, elég durva tűrés. Ezt úgy tudom beleírni, hogy kiválasztás, méretszám kiválasztása, és ide írom bele az előtagba a D11-et. Enter. Oké. Ezzel a tűrést beleírtam, és most jönnek az érdességek. Hogyha ez egy meglevő, viszonylag öntéssel készült, durva felületű alkatrész, akkor az egészre meg tudok adni egy globális érdességet, ami az öntés technika szerint működik. Ez öntés átlagos érdességét a táblázatokból, például a fém technológiai táblázatból, vagy a Bandi Alajos féle műszaki ábrázolás táblázatból meg tudom keresni. És ha ezt megkerestem, akkor fogom látni, hogy az öntésnél egy olyan 0,12,5-ös nagyságrendileg, vagy 25-ös a durvább öntésnél átlagos felületi érdességet fog kapni. Mivel ez a felületek nagy részére igaz lesz, ezért jellemzően azt mondom, hogy ez egy kiemelt érdességként elhelyezhető. A kiemelt érdesség helye a rajzlap jobb felső sarka, ezért ezt a B nagyítást itt lejjebb fogom húzni. Így kb. Ide. Itt a B elfér. A B betű rossz helyen van, de azt megfogom és följebb húzom. Az itt jó helyen van. És a B mellé célszerű volna még kiírni a méretarányt is, persze, ha el nem rontom. Gyorsan nézzük meg, hogy látszik-e valahol. Felirat. Nézett méretarány. Az jó. 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 Felirat. Elsődleges felirat mutat. Jó, 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 jelölések. Nézzem, van-e írva méretarány. Ha nincs, akkor pedig azt mondom, hogy jelölés mutatása, alkalmaz, ott van. És akkor azt keresem itt éppen, hogy hova rakom le. Ezt leokézzük, és itt ennél lesz valahol nekem az, hogy itt valahol le van írva a felirat. Azt mondja, tulajdonságok, ugyanott tartok. Így, akkor szóközzel beleírom, ez a legkönnyebb. Szóköz M2.1 alkalmaz. Igen, és nem mellé kell írnom, hanem alá kell írnom, Ctrl X, Enter, és B. Alkalmaz, és fantasztikus. Sőt, ide az M nem is kell, hogy arra emlékszem, hogy kell. Jó lesz ez így nagyjából. Oké, na, és akkor érdességnél tartottam, kiemelt érdességi jel, azt mondom, hogy itt van nekem az érdességi jel alkalmazása. Kattintok egy az érdességi jelre, és itt van a jelölés típusa, többfajta érdességi jel lehet. Ha rákattintok, fogom látni, hogy rengeteg fajta, ezeket mind tanulták a műszaki ábrázolás egyből. Az alapjel nekünk jó általában, és az alapjelnek a különböző sarkain, oldalain levő pozíciókra lehet ide beírni mindenfélét.
És akkor azt mondom, hogy ez legyen RA, azt mondtam, 12,5 átlagos érdességi jel. És azt nézem még, hogy ez nagyjából itt rendben van-e, és rendben van. Azt mondom, hogy oké, okay, és ide lebököm valahova, ide fölülre. Egyet böktem, akkor megjelenik az érdességi jel, és cut, ott is van. Rámegyítok, mindjárt lássuk. Így itt az érdességi jelen. Egymagában, 12,5. Ez akkor minden olyan felületre igaz, amely nincsen utólag megmunkálva, se kiegyenesítve, se kifúrva, se semmi, hogyan tovább. Ugye a furat biztosan meg van munkálva, fúrás által. Tudjuk azt, hogy a furatnál olyan 3,2-6,3 érdességet tud egy szokásos csigafúró. Ez annyira szokásos, hogy ezt nem szoktuk mindig megjelölni, én most akkor nem jelölöm meg. Ami izgalmas még az az, hogy itt van egy sík felület, marással készül, itt meg egy illesztett felület átmérő, szintén marással készül, na ezeket kéne valahogyan megjelölni, amelyek a 12,5-től különböző értéket kapnak. Úgyhogy menjünk vissza a érdességi jelbe, és állítsuk be a következő értékünket, ami lesz nekem mondjuk 3,2, egy szokásos marás érdességi érték. Azt mondom, hogy oké. Okay. És akkor legyen ez, mondjuk ez a felület, ide jó a 3,2. Hova kell még itt nekem érdességi értéket raknom? Azt nézem. Kell még érdességi értéket raknom ide is, erre. Ha nincsen sok helyem, de mindjárt lesz itt hely. Itt is lesz egy 3,2. Ez a külső átmérőm van. És kéne egy kis hely még nekem valahova 3,2-t felírni. Például erre a síkra. Látják? És akkor megvan mindenkinek a maga boldogsága, megvan az érdesség. És vegyük észre azt, hogy akkor itt legalább kettőfajta érdesség van a rendszerben. Milyen kettőfajta érdesség? Az általános, meg a lokálisan megadott. Hogy tudjuk azt jelölni, hogy van egy általános, meg van egy lokálisan megadott érdességünk, és keressük a rajzon, úgy tudjuk, hogy egy üres érdességi jelet bökünk szöveg nélkül a meglevő érdességi jel mögé. Ezt akkor itt lebököm, ide mellé rakom, és hogy itt van más is, azt jelenti, hogy ha ezt az érdességi jelet berakom én zárójelbe. Hogyan tudok zárójelet rajzolni? Hát úgy, hogy a betűket fogom rajzolni, feliratmezőt fogok csinálni, cut, és akkor azt mondom, hogy szöveget szeretnék rajzolni, hova fogom ezt rajzolni, arra rakom gyorsan a rajzlapot, így. Itt fogom rajzolni az elejét, ami egy zárójel lesz, mit ad zárójel, szöveg, space, csukott zárójel, ez eléggé kicsike, úgyhogy ezt fogom és kiválasztom a szöveget, legyen neki kicsit nagyobb, mondjuk olyan 7-es talán, az kellőképpen nagy már, és odahúzom, ahol kell, a zárójelbe, és ez nagyjából szerintem így működőképes is lesz. Látják? Általános kiemelt érdesség 12,5, ha más gyártási módszer nincs, forgácsolás nincs, akkor ez maradhat minden felületre, kivéve azt, ami felület forgácsolva van, ott lesz másik fajta érdesség, azok pedig egyenként bogarászandók az egyenként forgácsolt felületekről. Fontos megjegyzés még, hogy ez a 3,2 ez nem csak egy ötletszerű szám, az átmérő 80 és az IT 11-es tűrésmező adja ezt, hogy ez 3,2-nek felel meg. Ez jellemzően a Bandi-Alajos féle műszaki ábrázolás táblázatokból szokott kikereshető lenni. A Frischhals-Dax féle táblázatban nincsen benne sajnos, úgyhogy ezt erre a célra nem lehet használni. Mi a rajzokon meg fogjuk nézni, hogy a tűrésmezőnek megfelelő-e az érdesség értéke. Ha az érdesség túlságosan nagy, akkor kilóg a tűrésmező túlik határaiból, és akkor az egész értelmetlen. Erre tessék különösen figyelni.
jó, mi kell még ide a rajzhoz? Hát legalább egy tűréstáblát föl kell rakni a szövegmező mellé ide oldalra, mert a átmérő 80D11-nek kell egy tűréstáblát csinálni, ahol a számértékek szerepelnek a megmunkálás biztonsága érdekében. Mire kell még figyelni? Szerintem első körben nagyjából ez így hihető, és talán még érthető is volt, úgyhogy ha otthon rajzolniuk kell, szépen nyugodtan ráérősen szánják rá az időt, és gondolják végig, hogy mit rajzolnak és miért. Jó, időnk lassan lejárt, akkor köszönöm szépen a figyelmüket, és a házi feladatban valami hasonló algoritmus és logika szerint próbáljanak meg dolgozni. Köszönöm szépen a figyelmüket!